A Cegléden elszenvedett vereséget követően fogadta a felsőtárkányi csapatot a Nyíregyháza Spartakusz. A hazaiak szokon révén már a 8. percben megszerezték a vezetést, a 19. percben pedig Rezes talált a vendégek kapujába. A második félidőben újabb 3 nyíregyházi gól született, a 48. percben Kostics, a 61. percben Harsányi, a 66. percben pedig Pöröskei volt eredményes, így a listavezető magabiztosan gyűjtötte be a 3 pontot. A kialakult helyzet miatt nehéz mérkőzésre számítottunk, hiszen kiéleződött a bajnokság, ami az első helyet illeti. Ugye a Cegléd beért minket pontszámba, úgyhogy mindenképpen csak a győzelem volt elfogadható, de elég motiváltak voltak a srácok. Ez látszott az első perctől az utolsóig, és a végén úgy gondolom, hogy szép játékkal, szép gólokkal megérdelem, mert győzelem született. A Nyíregyháza Spartakusz a következő fordulóban Putnokon lép majd pályára. Bárki látogat ide a nyíregyházi stadionba, tehát igazából mindenkit meg tudunk verni meggyőző játékkal. Idegenben, mikor elutazunk, ez nem mindig van így. Ugye lásd a Jászberény, illetve a Ceglédi vereségünket is. Ellenünk nagyon szívják magukat, a körülmények, a pályák sem mindig olyanok, mint amilyenre lehetne számítani esetleg. De úgy gondolom, hogy most egy gát átszakadt ezzel a győzelemmel, és a Putnokot végre magabiztos játékkal idegenbe is le fogjuk győzni. Az NB3 keleti csoportjának tabelláját a Nyíregyháza Spartakusz vezeti 58 ponttal, megelőzve az 55 pontos Ceglédet. A Nyírbátor a Cegléd elleni 1-0-as győzelmének köszönhetően már 6 ponttal előzi meg az utolsó helyezett Tiszaújvárost.